Melyikhoz? Kár. De hát ennek itt kéne lennie. Akkor azt jelenti, hogy helyet cserítek. Egy kártyatrükkel kápráztatja el a Vosinszky-Mor megyei múzeum első látogatóit, Kovács József, múzeumpedagógus. Az intézmény május 11-én tárta ki kapuit az érdeklődők előtt ismét. A kreatív ötlet úgy született meg, hogy a múzeumba való belépéskor mindenkitől elkérik a védettségi igazolványt. Hosszú idő után ma nyitott ki újra a múzeum, mind a négy épület, és kártyával, védettségi kártyával lehet, igazolványjal lehet csak belépni, és ezért gondoltuk, hogy mivel én bűvészkedem, és a kártyatrükkök a kedvenceim, ezért cserébe azért, hogy a vendégek fölmutatják a kártyájukat, én is mutatok nekik valamit kártyával. A bűvészkedés még gyerekkoromból. Rodolfo nevű bűvészt láttam a tévében, és azóta elkezdett érdekelni. És akkor képeztem magam, fejlesztettem magam angol nyelvű irodalmakból, főleg, mert magyarul nincs hozzáférhető szakirodalom igazán. Hát ezt már többször mutattam nekik trükköket, kapcsolódóan a kiállításokhoz. Volt műsor a Nagy Múzeumban is lent. Szeretik. Gyerekek is, felnőttek is mindegyik. Nem csak gyerekműfaj. A múzeumi foglalkozások a dolgozóknak és a látogatóknak egyaránt hiányoztak. Hamarosan újra elkezdődnek a programok, és minden korosztályból várnak gyermekeket, óvodástól az egyetemistáig. Most a vírus miatt nem nagyon tudtunk fogadni egyáltalán látogatókat, de egyébként nagyon szívesen várjuk a gyerekeket, a gyerekcsoportokat, a iskolákat, óvodákat, középiskolákat, akár az egyetemistákat, ők is szoktak jönni foglalkozásokra, órákra, mindenféle témában. Az megtalálható, hogy milyen témákból válogathatnak a weboldalunkon, a www.mmm.hu-n, és nagyon szívesen várjuk őket most még a tanév hátra lévő részében, utána pedig újra szeptemberben. De nyáron is be lehet jönni nyugodtan, szülőkkel, nagyszülőkkel. Ez úgy történik, hogy a foglalkozások listájából választanak egyet a pedagógusok, és akkor abból tartunk foglalkozást, amit ők választottak, vagy hogyha van időszaki kiállítás, akkor ahhoz kapcsolódóan külön foglalkozásokat tartunk, és akkor ott lehet kézműveskedni, lehet tanulni, közben játszanak, játszva tanulnak, és kézműveskednek, hazavihetik, amit készítenek itt. És ez mindegyik épületben, ez mindegyik épületre igaz. Hát most készülünk a múzeumok éjszakára, ami június 26-án lesz, oda is mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Ez általában nagyon népszerű szokott lenni. Nagyon sok külső program, tehát szabadtéri program lesz most a vírus miatt, de lesz mindegyik épületben kiállítás, új kiállítás, időszaki kiállítás, és ezekhez kapcsolódóan lesznek majd múzeumpedagógiai foglalkozások, illetve a gyerekeknek kézműveskedés, és lesz bűvészkedés ott is. A múzeumok éjszakáján kívül az intézmény három nyári tábort is tervez különböző helyszíneken. A Babits házban június végén, a Vármegye házán augusztus első hetében, míg a főépületben augusztus második hetében rendezik majd meg a többnapos programsorozatot.